zöldbab, sertéshús, tejföl, paradicsom, paprika, szalonna és hagyma. Verőfényes szép napot, hölgyeim és uraim, Rázsi András vagyok. Nógrád község mellől jelentkezünk, egy málnőültetvényről, és mielőtt még úgy járnék, mint hogy a Maci járt a málnásba, elmegyek innen és megnézem közelebbről a nógrádi várat. Az időjárással kapcsolatban túl jó híreim nincsenek, ugyanis bár még verőfényes napsütés van, de egy hidegfront közeledik, ami lehet, hogy hoz magával egy kis zápot, és még az is lehet, hogy egy kis zivatart is. A vár stratégiai szempontból mára már elveszítette jelentőségét, inkább csak egy turisztikai látványosság. Igaz, most is gyönyörű, de én nagyon kíváncsi lennék rá, hogy hogy nézett ki 500 évvel ezelőtt, amikor még álltak a falak. Elég sok helyen olvastam már sok mindent a nógrádi várról, de azt nem gondoltam volna, hogy ilyen gyönyörű. Sajnos már nem sok maradt nekünk belőle, ugyanis a Rákóczi szabadságharc után, mint minden várat, ezt is felrobbantották, tartottak ugyanis a különböző lázadásoktól. De hát, ami megmaradt nekünk, az is elég sok mindent elmesél. Így készült a Bandia hegyen. Öt perc szünet. Bandi fát is gyűjtött. Na jó, a reklám után visszajövünk. A mai napon palócgulyást fogok készíteni, ám ehhez nagy tüzet kell rakni, és a stáb már volt olyan kedves, hogy ide hordott nekem sziklákat. Ezt szépen körbe rakom, ahogy ez lenni szokott. Nem tudom, mit éreztek, amikor ezeket ide hordták, de ezt még arrébb rakni is nehéz. Mondik, hogy egy kicsit átalakíthatom ezt a tűzhelyet. Természetesen, ahogy szeretnéd. Ahogy szeretnéd.
addig én pakolászok tovább. Tehát egy kis petrezselyen, hoztam jó sok tejfölt. Liszt a sűrítéshez, szokásos vajlingok. Ez zöld babkonzerv. Ups! Közben elmondom a kedves nézőknek, hogy most azért volt vágás, mert Dénes majdnem leesett a várfalról. De azért folytatom. Zöld babkonzerv. Egy kis fokhagyma. Ebben van az alap, szalonna, a hagyma és egy kis erős paprika. Ez paradicsom és paprika. Sertéshús. És a varázsdoboz. Erre majd később lesz szükség. Közben elég rendesen föltámadt a szél, tehát a könnyű dolgokkal vigyáznunk kell, hogy mit hova pakolunk. Különösen érvényes ez a nylon zacskókra, mert nem volna jó, hogyha szemetet hagynánk magunk után. Első lépésben a szalonnát aprítom föl, apró kockára. És falucgulyás akkor jó, hogyha szalonnás alapon készítjük a pörkölt alapot. A gulyásoknak gondolom mindenki számtalan változatát ismeri. Én most ezt az észak-magyarországi úgynevezett palócgulyást fogom megmutatni önöknek, de közben azt is elmondom, hogy a gulyás alapjába véve attól gulyás, tehát az határozza meg, hogy úgy kezdünk neki, mint hogyha pörköltet főznénk. Aztán van, aki krumplit rak még bele, meg csipetkét, ez a tipikus alföldi gulyás. Itt északon úgy készítik, hogy a burgonya helyett zöldbabot használnak hozzá, és tejfölösen besűrítik. Ettől kalócos a palócgulyás. Szokták készíteni sertéshúsból, szokták készíteni bárányhúsból is. Érdemes mind a kettőt kipróbálni, mind a kettő nagyon finom. Én most a sertéshústos változatot fogom megmutatni önöknek, de igazából annyiban különbözik, hogyha birkából vagy bárányból készítjük, hogyha a hús fagyús, akkor azzal kell kezdeni, hogy ezt természetesen eltávolítjuk róla. Ez kellemetlen mellékízeket kölcsönözhet az ételnek. A sertés ilyen szempontból kényelmesebb. És hát személy szerint én ezt jobban is szeretem. De ez tényleg csak ízlés dolga. Úgy látom, a tűz közben kezd alakulni. De nekem még van egy kis dolgom. A bográcsot közelebb hoznád, Norbi? Köszönöm szépen. Három lábat felállítsam? Még ne. Ne? Még nem, az még ráér. Először megpucolom a hagymát, összeaprítom, és utána kezdem el sütni a szalonnát. Kicsit elcsendesedett a szél, gyorsan kihasználom a hagymapucolásra. Így nem viszi el a héját. Remélem, a természet lesz hozzám olyan kegyes, hogy az meg is marad eddig a két percig, amíg én ezzel végzek. Tudni, feldobom mindjárt a tűzre, mit szólsz hozzá? Légy szíves, köszönöm. Segítek csak, hogy jobban mellegyünk. Ez jó is. Ne. Varázsütésre jöttél, pont feltámadt a szél. A nagy szél is a hidegfrontnak a tipikus tünete. Frontátvonulás után mindig feltámad a szél. Szerencsére a záporokat megúsztuk. Úgy látszik, hogy Észak-Magyarországig nem jutott el. Az ország többi részében minden esetre az értesüléseim szerint esett. Tehát ez is annak a jele, hogy ismét nagyon jó helyszínt választottunk. Különben Dénes, hogyha arra fordulsz, akkor meg tudod mutatni a kedves nézőknek, hogy ha ott van a frontvonal, és ez a felhősávon kiválóan látszik. Most, hogy az aprítás első részével kész vagyunk, oda is rakom a szalonnát sülni.
és amíg a szalonna sül, addig aprítok tovább. Ugyanis kell hozzá egy paprika, tévépaprika természetesen, és egy paradicsom. Norbi, hoznál nekem egy fakanalat? Hát, ott van a pulóverem mellett. Parancsolj. Köszönöm szépen. Imádom a sült szalonna illatát. A paradicsomat ilyen vékony szeletekre elvágom. Ugyanígy majd a paprikát is. Nem lesz sok ez? 6 ember? 6 embernek? Nem. Ez pont elég lesz 6 embernek. Ugyanis mindenkinek annyi jut, amennyit adok. Nagyon-nagyon fúj a szél. De végül is a műsornak ez a lényege. Gasztroturisztikai magazin, hóban, szélben, napsütésben. Már majdnem teljesen jó. Csak még ott van a majd, meg a nem. Ezért várunk egy kicsit. Most jó. Jöhet bele a hagyma. Amíg a hagyma sül, addig összeaprítom a húst is. Paprikát, paradicsomot félrerakom. És elő a húsival. Segítek bandikán, gondozom a tüzelet, jó? Légy szíves, köszönöm szépen. Még egyelőre pezseg a hagyma. Amíg fő az étel, addig nincs baj. Ej! Hát ilyen billegős terepen még nem kellett dolgoznom soha. Nógrádi várról tudni lehet, vagy nem lehet tudni, hogy mikor volt itt először erődítmény. Az biztos, hogy az írások szerint már a népvándorlás korában volt itt egy sárvár, egy palánkvár, melyik írás hogy foglalkozik vele. A honfoglaló magyarok voltak azok, akik először ide kővárat építettek. Árpád korában tették le a kővárnak az alapjait. És utána nagyon sokáig a király tulajdonában volt, az aktuális uralkodó király tulajdonában. És mielőtt tovább folytatnám a történetet, ránézek a hagymára. Erre jöhet is rá a paprika és a paradicsom. Stratégiai szempontból mindig nagy jelentősége volt, de igazából ezt a jelentőséget akkor ismerték föl, amikor tatárjárás volt Magyarországon, és meg is erősítették a várat, méghozzá úgy, hogy az egyik legjelentősebb végvár volt, az egyik legjelentősebb vár volt itt Észak-Magyarországon. És amikor jött a török veszély, sajnálatos módon mindenféle puskalövés, ostrom nélkül adták át török kézre, ugyanis a akkori védők gyáván megkutamodtak. Ezt a dolgot kár szépíteni, pedig igazából, legalábbis az írások szerint, a lehetőségük és az adottságaik meglettek volna, hogy tartsák magukat a törökök ellen, de hát igazából meg sem próbálták. Hogy mennyibe kerülhetett ez a törököknek, vagy tényleg a gyávaság volt, azt ma már nem lehet tudni.
Szóval a kuruc felkelés idején szintén előtérbe került, mint egy jelentős stratégiai pont, és a fejedelem személyesen kérte a vakbottyányt, hogy erősítse meg a várat, aki meg is tette, de végül mégis elég gyengének bizonyult, ugyanis sikerült bevenniük. És aztán, hogy abban az időben minden várral tették, ezt is földig rombolták. Erre a kurucok is rásegítettek, mert amikor már látták, hogy nem tudják sokáig tartani a várat, akkor úgy hagyták el, hogy minden, ami éghető volt, azt fölgyújtották benne. Nem szerették volna, hogy bármi értékes az ellenség kezére jusson. Aztán a maradékról pedig labancék gondoskodtak. Készen van a pörkölt alapunk. Ilyenkor lehet rászórni a paprikát. Ennyi paprika elég is lesz, ha esetleg nem lesz elég piros, akkor utólag még meg lehet pótolni. Norbi, ismét kérnék valamit, hozzál nekem vizet? Ígérem, a dupla adagot kapsz. Hát remélem is. Dupla adagot is? Jót. Ilyenkor öntök rá egy kis vizet. Ezzel még egy icipicit főzöm. Pontosan annyit, amennyi idő alatt össze tudom vágni a húst. Köszönöm szépen. Közben a hússal is végeztem. Egy kicsit átmosom. És már mehet is rá. Ilyenkor szoktam rárakni egy kis sót. Felét elfújja a szél, de ezzel számolunk. Rakok rá egy kis borsot. Ezt még jobban fogja vinni a szél. Igen, egyenesen az orromba. És mivel palóc gulyásról van szó, ezért rakok rá egy kis kaprot is. Gondolom mondanom sem kell, hogy a pörköltbe ezt nem szoktak tenni, de a palóc gulyásba viszont igen. És mert egy keveset rakok rá az elején, hogy a hús is jól átvegye az ízét. És ezzel igazából semmi dolgunk nincsen, puhára kell főzni. Viszont van még dolgom a zöldbabbal. Közben kinyitogatom a zöldbab konzerveket, aztán pedig drukkolok a húsnak, hogy mielőbb megfőjön. A szabadtüzes főzésben az a jó, hogy ha az embernek van egy kis ideje, akkor elmehet közben nézelődni. Most nekem is van egy kis időm. Itt mögöttem látható a Börzsöny vonulata, ami egy nagyon gyönyörű hegység, mi már többször jártunk erre, és ha valaki látta a Nagymán a gerincén forgatott adásunkat, annak megmutatom, hogy itt voltunk. Megpuhult a hús. Ilyenkor rakom rá a fokhagymát, és vágok rá majd egy kis erős paprikát is. Fokhagymából 3-4 gerezet nyugodtan rá lehet tenni, vagy akár többet is, kinek vérmérséklete szerint. Erős paprikát igazából nem muszáj, vagy nem volna muszáj, de mi valamennyien szeretjük, hogyha az étel csípős, tehát én használok hozzá azt is. Fokhagymát elég így félbevágni, és így beledobjuk. Az erős paprikát is karikára vágva belerakom. Hát egyelőre csak ennyit teszek bele, aztán majd
aki csípősebben szereti, az nyugodtan tehet még utána. És felöntjük vízzel. Ilyenkor meg kell várni, hogy fölforjon a leves. Ennek érdekében a tüzet egy kicsit meggyorsítjuk. És amíg erre várunk, elkészítjük a tejfölös habarást. A tejfölös habarás az egy kevés lisztet kell csak használni. Egy ilyen evőkanálnyit beleszórok, kevés vizet öntök hozzá. Így. Ezt a lehető legsinábbra ki kell keverni. Hát nyilván otthon ezt habverővel készíti az ember. Én a habverőt ide nem hozok magammal, de fakanállal is meg lehet ezt szépen csinálni. Ha ezzel megvagyunk, rárakom a tejfölt. Ezzel is simára keverem a lehető legsimábbra. És majd ezt fölöntöm egy kis vízzel. És hogyha fölfolt a leves, akkor behabarom vele. Közben megkóstolom, hogy elég sós-e, elég ízes-e. Egy kicsit még sótlan. De hát ezzel lehet segíteni. Hova raktam a sót? Ja, ide raktam a sót. Nem raktam vissza, mert tudtam, hogy még használni kell. Aztán meg elfelejtettem. Így. Rakok rá még pluszba egy kis kaprot. Ezzel a kanállal nyugodtan lehet kavarni, mert idővel úgyis belekerül. Na harjá, hajrá! 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 Összevontam a kettőt. Ez nagyon jó volt. Na, harjá! Fogjátok már be. Hát még öntök el egy kis vizet, habarásra. Így. Ezzel is elkeverem. Ezt azért kell, mert így könnyebb lesz behavarni vele az ételt. És már önthetjük is rá. A leves már föl is forrt. Ilyenkor rakom bele a zöldbabot. Ezzel még egyszer összeforralom. És már lehetünk is. A zöldbabbal már főzni igazából nem kell, mivel konzerv volt. Tehát miután fölfort, már pedig ez föl is volt, már lehet is félrehúzni. És hát jöhet a tálalás. Lehetőleg úgy, hogy hús és zöldbab is egyenlő arányba jusson minden tányérba. Meg persze adok egy kis lét is. Még ilyenkor díszítésnek rakunk rá egy kanál tejfölt, és tekintettel arra, hogy ez Béla bátyámnak lesz, rakok rá még egyet, mert tudom, hogy szereti. És csípünk rá egy kis petrezselymet. És már lehet is fogyasztani. Hölgyeim és uraim, így néz ki a palózgulyás. Remélem, hogy mindenki megkapta hozzá a kedvet, és kipróbálja otthon. Vagy eljön ide, és itt próbálja ki. Viszontlátásra! Köszönöm. Palócgulyás. Hozzávalók 4 személyre. 15 deka szalonna, 2 fej vörös hagyma, 1 darab paprika, 1 darab paradicsom, 1 evőkanál piros paprika, 60 deka sertés vagy báránycomb, 3 cikk fokhagyma, 1-2 kávéskanál kapor, 40 deka zöldbab, 4 deci tejföl.
Köszi, Bandi.